Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy erről a kis 65-ös fehér Volkswagenről magyarul is csinálok egy videót, bemutatom, elmondom a történetét, típusát, mit tud. Ugyanis erről a kocsiról már csináltam egy ilyen információs videót, de angolul, körülbelül egy hónapja. De mivel látom, hogy Magyarországon is nagyon érdekel titeket ezek az autók, így most magyarul is megcsinálom. És ha érdekel, gyerekek, akkor, és tetszik, akkor legyetek szívesek, lájkoljatok, és jelöljetek meg, nézzétek meg róla az előző videót is, és lesz még ezután is videó, elmegyünk egy próbakörre. Szóval ez a kocsi, ez egy ausztrál gyártmány, Ausztráliában is volt autó, Volkswagen autógyár, méghozzá Melbourneben, és 1965-ben készült, ami ugye most már 55 éves, nem mai gyerek. Ez az a modell, amikor még kisebb ablakai voltak, 58-tól 64-ig Németországban, tehát Európában ezzel az ablakokkal, ezzel a méretű ablakokkal gyártották, és a németek aztán lecserélték az összes ilyen présgépet, amivel nyomtatták a body elemeket, és megnagyobbították körbe az összes ablakot. Meg is van az adatai, hogy például az első szélvédő az 15%-kal lett nagyobb, stb. Stb. Ugyanakkor ez az oszlop, ezt egy ferdére csinálták, és ezzel nagyobb lett ennek az ablaknak, meg hát a többinek is a mérete. Na most az érdekessége az, hogy Ausztrália olyan kicsi piac volt, autópiac, hogy nem volt érdemes ezt a hatalmas nagy beruházást a gyárban megcsinálni, hogy az összes szerszámot, présgépet, mindent átalakítsanak, hanem tovább gyártották még 3 évig, a 65, 66, 67-es években, és ezzel a kisablakos formával tovább árulták. Úgyhogy teljesen kimaradt az a típus 65-től 67-ig itt Ausztráliában. És akkor 68-ban jött a teljesen új modell, 68-ban az a szögletes ütköző, ami egyenesen importként jött be ide, mert akkor még mindig nem volt felszerelve a gyár azokkal a modern felszerelésekkel. Úgyhogy ebből a feudalizmusból egyenesen a 20. századi újkorba került bele itt a Volkswagen típusa, amit jó egy évig úgynevezett CKD előre becsomagolt alkatrészenként ide küldött alkatrészekből lettek összeszerelve, ugyancsak ott a Volkswagen Claytoni, az Melbourne-nek egy ipari kerülete, a futószallagon így lett összerakva. Nekem is van egy ilyen 69-es Volkswagen, amire rá van téve, hogy Made in Western Germany, de azt hiszem, hogy itt szerelték össze, és csak így alkatrészenként hozták el. Úgyhogy ez egy olyan darab, ami tulajdonképpen az európai és amerikai 64-es típusnak felel meg. Nagyon szép állapotban maradt meg, ezt egy idős házaspártól vettem, 78-80 év körüliek voltak Melbourne-be, és öreg otthonba készültek, úgyhogy jókor bukkantam rá erre a kocsira, elég jó áron meg tudtam venni, körülbelül 700 ezer forint, ha átszámolom a dollárt. Kicsit még alatta is, 700 ezer forint alatt, úgy 8 éve körülbelül. Nem nagyon emlékszem a pontos dátumra, mert azóta is annyi kocsit vettem meg alattam, hogy
A pontos időpontot nem emlékszem. Úgyhogy sikerült megvennem tőlük ezt a kocsit, nagy örömömre, és meg is tartom, mert nagyon egészséges állapotban van. Ugyan volt rajta egy könnyű kis újrafényezés, de rozsdának nem igen van nyoma. Rozsdalukak egyáltalán nincsenek. Nézzétek meg az A-oszlop, milyen egészséges. A szőnyegek milyen tiszták. És megvan még hozzá az eredeti gumiszőnyeg is alatta, ami ritkaság, mert el szokott szakadni. Úgyhogy egy hibát elkövettem, mikor megvettem, letakartam egy ponyvával, és sajnos egy hétig esett az eső, és fölholyagozott itt ez a része a tetőn ennek a vékony újrafestésnek, tehát egy ilyen babulos, ilyen keletkezett, és hát aztán, de csak ezen a részen szerencsére. Azóta ez a kocsi mindig fedél alatt van, garázsba, vagy kárporton, úgyhogy ezt már többet nem hagyom kinn az esőn. Úgyhogy ilyen szép állapotban megmaradt egy 55 éves kocsi, úgyhogy megmutatom belülről is. Ezek az ülések is eredetiek, úgyhogy a plafon is a burkolat gyönyörű, szép, eredeti, szinte tiszta új. Tehát annak nagyon örülök. Ez a műbőr, ez is az eredeti. Ezt az ülést, a keretet kellett heggeszteni. El volt valahol itt, meg itt lent törve. Úgyhogy ezt profi módon megcsinálta nekem egy ilyen ülés húzat készítő és javító ember. Úgyhogy ez teljesen profi módon van elkészítve, és újra az eredeti bőrrel van visszarakva. Ez a darabka megpróbálta ugyanolyan anyagból használni, de nyilván ez már ki van kopva, a régi, és nap ki fakította, de nem baj, én ezzel happy vagyok. Na most itt is, gyerekek, a szőnyegtől kezdve a gumi borításokig minden eredeti, tehát gyönyörű, szép állapotban van. A oszlop, B oszlop, minden rozsdamentes, akkor a fűtés channel, ez a heater channel angolul, ez is mindenhol teljesen rozsdamentes, nagyon szép. Alul teljesen eredeti, ez még nem volt festve, nem is akarom festeni, hanem inkább rendszeresen olajos sprayvel fújom 6 hónaponta, ha tudom. Úgyhogy ez a kis zseb is nagyon jó állapotban van, ez kiszokott lenni így türemkedve, ezen gyönyörű, szép feszes, minden eredeti. Úgyhogy nagyon örülök ennek az állapotnak. Ez is egy olyan kocsi, ami meg fog maradni a családba. Az ott vakrosda, tehát ezeket fújom mindig olajos sprayvel, úgyhogy ez a rosda már nem fog tovább menni. Ebben az állapotában megmarad. Itt van egy pár alkatrész ehhez a kocsihoz, mert még mindig 6 voltos, eredeti 6 voltos szisztéma van. Eredeti pótkerék, és itt látható, ha megnézitek, ide van írva, hogy 7/65, tehát 7. hónap 1965, tehát ez az egyik legutolsó darabja volt a 65-ös modelleknek júliusban, és utána augusztusban elment a gyár szabadságra, és szeptember 1-én már a 66-os modell kezdődött. És még a gumi is eredeti, úgy nézem, mert ez az a vékony crossply nevű, nem acél betétes gumik, ez bizony eredeti. Úgyhogy gyönyörű, szép eredeti festés van alul a csomagtartó tetőn. Eredetiek a lámpák, ez nem Bosch, hanem Hella, ha el tudjátok olvasni. Az ütközők is eredetiek, már ugyan kezd egy kicsit homályosodni,
de nem baj, mert hozzátartozik az eredetiséghez. Na most a bácsi, akit vettem, itt egy kicsit megnyomta az ütközőt, meg a sárhányónak a szélét, és itt is neki ment valószínű a garázsajtónak, vagy az ajtó félfának. Hát ezeket mind meghagyom, mert ez része a kocsinak a történetének, az eredetiségének. Úgy is hívják, hogy patina, úgyhogy marad ebben az állapotban. Na most a motor, az pedig gyerekek, egy eredeti 1200-as, 1200 köbcentis, 40 lóerős, ahogy mondtam, még mindig 6 voltos szisztémával működik, és úgy gondolom, és úgy tudom, hogy ez a motor még nem volt kivéve ebből a kocsiból. Alacsony kilométeres, nem sokat használták ezt a kocsit szerintem, úgyhogy megpróbálom beindítani. Azért mondom, hogy megpróbálom, mert nagyon gyenge a 6 voltos akkumulátora. Ma reggel éppen, hogy csak beindult, de hát majd mindjárt meglátjuk. Most ide leteszlek addig, és megpróbálom. Azért csak sikerült, de nem nagyon egészséges az akkumulátor. Mikor vettem a kocsit, ez a 6 voltos aksi már benne volt, tehát most 8 éves, ha azt számítjuk, de lehet már előtte is megvolt. Nagyon szépen kekerészik a motor, hogy hagyom, hogy egy kicsit hallgassátok. Egy kis olajcsöpögés az van. Mindegyik Volkswagen-em, de nem zavar. Nagyon kevés a csöpögés. Úgyhogy gyerekek, ilyen gyönyörű szépen jár a motor, nagyon egészséges, úgyhogy körülbelül most ennyi volt ez a bemutató. Ha valamit elfelejtettem, akkor elmondom egy következő videómban, mert az is lesz még, ahogy említettem, elmegyünk egy próbakörre. Tehát ha tetszett, lájkoljatok, jelöljetek meg gyerekek, és megtaláltok, megnézhetitek a következő videót is. És ott egy nagyon érdekes helyre megyünk, meg akarok mutatni nektek valamit, ami a világon, de ha nem is a világon, Ausztráliában az egyik legnagyobb körforgalom. Ennek az útrendszernek Ausztráliában ez a szisztémája van, sok a körforgalom, és most megnézzük Ausztrália legnagyobb körforgalmát. Szóval keressetek meg újra, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, szép napot kívánok, sziasztok!